azt a vélekedést, azt a közvélekedést, azt a gondolkodást, amiben a pécsiek is egységesek. Jelesül, hogy a migráció kezelését, amit a kormány elvégzett, ezt ők nem tartják helyesnek. Mi úgy ítéljük meg, hogy Magyarországon és Pécsett is bizony-bizony ezeket az eredményeket meg kell védeni, ezt még kulturális kérdésnek is tekintjük. Tehát az, hogy egy alapjában véve 1000 éves magyar államiság, ami a keresztény kultúrkörben gyökerezik, és ami próbálja fenntartani az identitást és a közösség tudatot fenntartani, ez ellenében hat nagyon erőteljesen az a szándék, hogy felhígítani ezt a kulturális identitást, hogy a migráció következtében, hogy mondjam, egy kicsikét zárójelbe is tenni, és akár hosszabb távon meghaladni és eltüntetni, és egy ilyen nemzetek feletti, ugye Európai Unió vagy Európai Egyesült Államok irányába elmozdulni. Magyarországnak, közép-európai államoknak, a visegrádi négyeknek és más országoknak markánsan ellenkezik ezzel az ideológiával az álláspontja, és mi úgy ítéljük meg, hogy ez a pécsi akció, ez egyértelműen a pécsi emberek, pécsi választópolgárok szándékaival való szembehelyezkedés.